Rövid műsorral kezdődött a rendezvény a díjazottak részéről. Majd dr. Kovány Zoltán polgármester köszöntötte a diánkokat és a felkészítőiket. Ezután vette kezdetét a 185 személyre szóló jutalom kiosztása. Számos tantárgyban értek el városunk diánkjai kiváló tanulmányi eredményeket, és 13 sportág képviselőjeként növelték városunk hírnevét. Hát meggyőződésem, hogy pontosan azért, mert a város is büszke lehet ezekre a fiatalokra, azért szervezzük meg ezt az eseményt. Tehát ez így igaz, hogy erre büszkék lehetünk mi is, és büszkék lehetnek a díjazottak is, hogy erre a rendezvényre meghívást kaptak. Baki Zsolt és Szentpéterei István különböző kategóriákban a magyar, illetve a világ élmezőnyéhez tartoznak a repülőgép modellező sportban. Az ő iskoláikban tekinthető meg az a kiállítás, amely a legtöbb gyermek és felnőtt érdeklődését felkeltheti. A paletta színes kínálatot mutat a repülőktől az autókon át a hajókig. Végül is itt minden kategória megtalálható, amiben a klubban foglalkozunk, illetve azok a modellek, amivel ott versenyzünk, illetve versenyeztetünk. A Mahid által épített vasúti felüljáró már szerkezetkész, és kirajzolódni látszik a második szakasz nyomvonala is. Bár az időjárás miatt a földmunkákkal átmenetileg leállt a Hoffmann RT, eddig meglehetősen komoly technikai apparátust vonultatott fel az útépítő társaság. 90%-os készültség garancia lehet arra, hogy 2003. június 30-án a kitűzött határidőnek megfelelően átadják a forgalomnak a várost elkerülő út második szakaszát. A fiatal testvérpár a Szegfű Klub felkérésére tartotta ismeretterjesztő előadását. A világcsúcsot merülő francia sportolót Szelle Gyula jól ismeri személyesen, baráti a kapcsolatuk. Így igazán hiteles volt a beszámoló. Akkor, amikor én vele találkoztam 6-7 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag Magyarországon senki nem ismerte még ezt a sportot, vagy akár nevezők életformának. Szelle Gyula 52 méter mély merülésével maga is csúcstartó, igaz a búvárkodás más műfajában. Viki szintén eredményes búvár. A sport sikerek ellenére mégsem a teljesítmény a legfontosabb a testvérpár számára. A merülés egyfajta meditáció, és ezen keresztül kiteljesedés a számukra. Hajnali 3-kor gördült ki a gép a laktanya kapuján, és a kerekén gurulva érkezett meg a Borsos-Győri körforgalomhoz, ahol már a kivitelező cég szakemberei várták. A kerekek behúzása után az előre kialakított pontoknál fogva megkezdték az emelést. Közben kiderült, hogy amit függesztőfogként használtunk, az egyik megsérült eltörött, nagyon szerencsések voltunk. A gépet a Honvédelmi Minisztérium újította fel, a talapzatot az önkormányzat készítette el. Az alpolgármester megköszönte a kivitelezők szakszerű munkáját és a folyamatban résztvevők segítségét.